Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban a bak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 4000 forint. Mielőtt mutatnám azt, hogy mit közölnek a kártyák, kitérek az asztrológia területére. Az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Januárban Plutó bolygó, sőt a későbbiekben is, a bak jegyében mozog. Plutó bolygó az jelenti a hatalmat. Vagy azt is, hogy valaki uralkodni akar feletted. Plutó bolygó az jelenti a belső erőt is, a hitedet, vagy jelent szexuális témákat, hiszen Plutó bolygó ezt is szimbolizálja. Tehát ezek lehetnek a témák. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A lelki társad itt van melletted. Ez a férfi persze utal a férfiakra is. Itt megvan a közelség, a bizalom, odafigyeltek egymásra. A fejetek fölött nincsenek kártyák, pedig az jelenteni a gondolatokat vagy a terveket, de mindketten zárkózottak vagytok, nem beszéltek nyíltan tervekről. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt megjelenik a nyilvánosság, az elismerés, egy ajándék, egy jó ajánlat, és ez kihat a munkahelyére. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt lesz egy jó hír. A szomorúság elmúlik, hiszen a kasza elvágja a könnyeket, ezt a szomorúságot. Az is lehet, hogy vállófélben van, vagy elhagyja a munkahelyét, a kasza le tud zárni bizonyos eseményeket, vagy kapcsolatokat, és van valaki itt a háttérben, aki szomorú és sír emiatt. Vagy az ő szomorúsága múlik el, vagy nála van valami örömteli, de a háttérben valaki szomorú amiatt, hogy nincs kapcsolat kettőjük között. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. A kereszt jelenti a hitét. A kereszt jelenthet fontos kapcsolatokat, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelent fontos döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok. Ha te egy hölgy vagy, akkor egy vonalban vagy a gyűrűvel, ez lehet egy eljegyzés, egy házasság, lehetnek kapcsolatok, szerződések, vagy azt is jelentheti, hogy valaki visszatér a múltból, például valaki külföldről. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt vannak utazások, külföldi kapcsolatok, ez lehet egy internet kapcsolat is, itt van egy jóindulatú férfi, aki gondol rád. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, ez a haláleset néha jelenthet tényleg halálesetet, vagy egy örökösödési ügyet, de van szimbolikus jelentése, és lezár bizonyos dolgokat, vagy utal régi témákra, régi kapcsolatokra. Itt ebben a helyzetben tisztázódik valami, kiderül az igazság, itt látható a nyilvánosság, hogy megjelensz a nyilvánosságon, és megkapod az elismerést. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható.
Ez a bíróság lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ahol igazságtalanságok vannak. Itt ezen a területen megjelenik egy hamis nő, és itt van a szomorúság, és a tolvaj jelentheti azt, hogy ez a nő ellopott tőle valamit, vagy tőled, és ez kerül a bíróságra, de a tolvaj tud segíteni is, hogy eltávolítja az igazságtalanságokat, eltávolítja a szomorúságot, eltávolítja ezt a hamis szemét. Utána lesz egy szerencsés fordulat, itt van a szerencse, kettőtök között a közelség, és itt a házasság kártyája utalhat egy házasság tervezésére, vagy hogy nála lezárult a házasság, és itt van a vállóper egy hamis személlyel a háttérben. Ez a kártya jelenthet szerződéseket is. Második hét, január hónapban itt látható. A ház utal az otthonra, a családra, vagy egy ingatlanra. Itt megvan az erőd, hogy bebizonyítsd magadat. De az is lehet, hogy valaki uralkodik feletted, vagy megpróbál uralkodni feletted valaki a családból. Itt vannak olyan tervek, ami később valósul meg. Itt lesz nyeremény, egy jó hír, a nyilvánosság, külföldi kapcsolatok, remény a kapcsolatokra, vagy szerződésekre. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Ez a katona jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy azt, hogy valaki megpróbál parancsolgatni neki, vagy neked. Itt vannak problémák, nehézségek, sőt, vannak ilyen fájdalmas emlékek is. A kasza az vagy jelenti a vállást, vagy hogy eltávozik a munkahelyéről és lezár valamit, de a kasza tud segíteni, hiszen elvágja ezeket a kártyákat, ezt a szemét eltávolítja, a nehézséget, a fájdalmas emlékeket, és akkor itt kitisztul valami, lesz egy ajándék, egy ajánlat, vagy egy meglepetés, és pontosan ez az ő gondolata, valami változik a sors útján, vagy elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, ez jelenti a döntéseket. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Itt lehet egy örökösítési ügy, veszteség, szomorúság, könnyek, de az egerek segítenek. Hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Eltávolítják ezeket a szomorú eseményeket. Itt az utak jelenthetnek találkozásokat, döntéseket, egy új irányt. Ez kihat az otthonra, a családra, esetleg egy ingatlanra. Ami a munkát, a hivatást illeti, ott lehet veszteség, de lesz egy jó fordulat, ez eltarthat május hónapig, de itt van egy jó indulatú férfi, aki segít a munkahelyen, vagy lesz egy munkahelyi ajánlat. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!